Na végre, Konci! Gyerekek, az elmúlt 3 órát azzal töltöttük, hogy Konci állítgatta itt a cuccát, tehát kikérem magamnak. Micsoda aljas dolog. Igen, mert az az igazság, hogy DJ lemezjátszónak a haverja elvitte az összes készletet, és itt adott nekünk a DJ lemezjátszó egy ilyen iPad-et, és konkrétan erről kell most a zenét csinálni. Ez nem tudom, hogy milyen műsor lesz, tehát, hogy így, de jó áll neked, de jó áll neked. Na jó, gyerekek, hát szerda van, és egy picit meg vagyok illetődve, mert hogy van egy olyan mondás, vagy azt szokták mondani, hogy ha egy embert, hogy a szüleiről kezdesz el azonosítani, akkor ez azt jelenti, hogy már megöregedtél. A következő hölgy esetében én elég nagy bajba vagyok, mert hogy amikor kimondják az ő nevét, akkor bármilyen furcsa, és először az apjára gondolok, és ez arra utal, hogy az én fiatalságomat, vagy a miénket, hát ugye te sokkal fiatalabb vagy, Konci, a mi fiatalságunkat azt az apja jelenti nekünk. Nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy ez a hölgy valójában milyen. Reméljük, hogy nem olyan, mint az apja. Kinézetre tudjuk, hogy nem olyan. Belsőleg az apját se ismerem, tehát nagyon kíváncsi vagyok, hogy az egész család valójában milyen. Érkezik hozzánk a stúdióba az X-Faktor egyik nagy felfedezetje, Janicsák Veronika, Janicsák Veca. Hello, drágám! Köszönöm szépen! Milyen csinos vagy! Mennyit fogytál? Magasnak érezhetem magad. A fogyást azt hagyjuk, de köszönöm szépen! De fogytál? Valamennyit igen, de nem szeretek ezzel, mondani. De nem szeretek ezzel foglalkozni, mert nem lényeges kérdés alapjáraton. Nem lényeges kérdés, hogy ki hány kiló? Nem. Én nálam nagyon lényeges, nézd meg, hogy mennyire terhes vagyok most már egy ideje. Most kezdtem igen, én is fogyok urazni. Ez még nem gáz? Nyugtass meg, hogy nem gáz. Semmi én is bókoltam. Sem. Tehát látod, én a szemedbe nézek, tehát nem a hasadat nézem. No, de hát a szemed, várjál, ez kamu. Tehát amikor nyilvánvalóan, amikor az ember elfordul, elmegy, akkor csak végignézi a másikat, nem? Nem feltétlenül, tehát hogy ez ilyen, nem tudom, ösztön. Hello Veronika, gyere, csücsenj ide le hozzánk. Köszönöm szépen. Köszönöm. Na jó, hát figyelj, te lettél az événekes nője. Igaz, ha jól tudom, azon a rendezvényen, ahol együtt voltunk, és igen, ahol én egy picit felöntöttem a garatra, és ahol a család, több, igen, a család voltál, többi tagjától elkértem a telefonszámot, rettegtem tőle, hogy nem engednek ide hozzánk, de hála jó Istennek sikerült eljönned. Szóval te lettél az événekes nője. Igen, tehát idén még vannak terveim, de most egyre még az előző évből táplálkozom, tehát az előző évi lemezemből, ma haszomból és társaiból, de annyira figyelj, mennyire lehet kiégetni egyébként az X-faktor alatt egy énekes nőt? Tehát ugye, mert ugye szerintem megjelent... Tökéletesen egyébként. Tökéletesen ki lehet. Engem nehezebb, mert? Nekem voltak tartalékaim, meg én a műsorat is azt csináltam inkább, amihez kedvem volt. Tehát amit én szerettem volna, és azt így valahogy végigvittem. Nem tudom már, tehát a műsor alatt hogy is azt csináltad? Igen. Amire egyébként nagyba beleszólnak nyilván, hát, hogy nyilvánvaló, hogy néz ki, mit énekelj, mit csinálj. Dolog, persze, csak hát hogyha attól függ, hogy az ember hagyja, hogy elnyomják az egyéniségét, vagy szeretné, hogy valahogy abból alakítsanak valamit. És ezt abszolút partnerek benne? Tehát az RTL-nél ezt így ették? Hát én azt gondolom, hogy... Jobban vagyok mindenkivel mai napig? Én azt gondolom, hogy majdnem mindenkivel, de a legtöbb emberrel szerintem én azt gondolom, hogy jobban vagyok. De ezt meg kellett látni, tehát nyilván az működik. Hát nekik is ez volt a fontos, hogy ez működjön. Tehát nem csak, hogy én magam, hanem hogy minden személyiség, vagy minden szereplő egyénileg is működjön, és ehhez nyilván az kellett, hogy valami több legyen, és az meg lehet, hogy attól tud több lenni. Én ezt értem, és én ezt abszolút támogatom, és rajongok ezért a hozzáállásért, csak én azt gondolom, hogy nyilvánvalóan a nagy sztárgyár, ha így lehet mondani, egyetlen utolsó készítő üzeme, ha lehet így mondani, az RTL. Tehát, hogy náluk tényleg, akit elkezdenek nyomni, tehát lásd, Puzsérféle emberekből egy hét alatt csinálnak olyan szintű sztárt, amit más médium nem tud megtenni Magyarországon jelenleg. Legyen az TV, újság, rádió, mindegy. És ők ezt nagyon kihasználják, tehát ők ezt tudják is belül, hogy mi azok vagyunk, akik, és ilyenkor ráhelyeznek egy bizonyos nyomást az emberre, de hogyha te így ellenálltál, hát akkor azt kell, hogy mondjam, hogy... Hát ez attól függ, hogy mit akar az ember elérni, tehát ez attól függ. Tehát hogyha most én folyamatosan szerepelni akarok, akkor nyilván több dolgot megcsinálok. Nem. Mert nekem más a fontos, én énekelni akartam, nekem az volt a fontos, lemezeket adja ki, hogy legyen közönségem, legyenek emberek, akik szeretnek, és én ezt megkaptam. És ez nekem éppen elég, és ezzel próbálok inkább élni, és inkább számomra ez a fontos. Mint az, hogy annól szerepeljek. Nyilván tudom, hogy az is kell hozzá. Nem lehet, ez egy egyiket nem megy a másik nélkül? Nem megy, de én azt gondolom, hogy egy énekes, vagy egy előadót mindenképpen a közönsége élteti, tehát ők tartják fent. Tehát vannak olyan előadók, akiknek nem értik
nem érti mondjuk a média, hogy miért van még mindig ott, és hogy képzeli, hogy még mindig, mert van közönség, aki szereti, és ők felnyomják, ennyi. Hát nagyon fontos az, hogyha így állsz hozzá, akkor nyilván van a magánéletből, abból majdnem, hogy semmit. Hát majdnem, hogy semmit, ez így van egyébként. Ezt próbál megtartani igazából magam. Tehát pasit se semmit bemutatni, megmutatni. De más egy férfinek mindenket, tehát hogy egy férfinél... Más egy férfinak mindenken? Úgy értettem, tudsz valamit? Más egy... Tehát, hogy más egy férfinak. Én értettem, csak... Lásd róla. Javítsuk ki magunkat, nehogy így félreértsék ezt a... Nehogy félreértsék a dolgot. Te meg nem tudod, jövő cíves, jó, máskor, köszönöm szépen. Szóval arra gondoltam valójában, hogy egy férfi jobban ki tud állni nyilván önmagáért, vagy nem is tudom, inkább ugyanúgy jobban tartanak tőle, vagy egy férfinek jobban elnéznek dolgokat. Egy nőnél ez de már mire gondolsz? Mit nézünk el előre egy férfinak, meg mit nem? Tehát egy nő azért könnyen válik könnyűvérűvé, hogyha ja, beengedi túlzottan a, nyilván a médiát, egy férfi pedig... Ezáltal tehát magyarul akkor azt akarod elkerülni, hogy a kommentelők nem mondják rád azt, hogy te nem. Milyen vagy? Nem, de hogy is. Hanem azért, mert nincs hozzá közük. Tehát amikor leülök egy újságíróval, és megkérdezi tőlem, hogy ne is mesélj a fiúkról, akkor arra gondolok, hogy te arra gudj, de miért meséljek neked a fiúkról? Tehát miért ismerjük egymást? Tehát én ehhez így viszonyulok. Tehát a rajongóimnak szívesebben árulok el ilyen részleteket, mint mondjuk valakinek, aki odajön, és azon elkezd turkálni a magánéletet. Tehát én azt mondom, hogy te egy érett férfira vagysz. Ó, ezt olvastam. Ezt nem te mondtad? Igen, én abszolút egy érett férfira vágyom. Az mit jelent? Várj, 50 plusz, vagy nem? Vagy mit jelent az én? Az kicsit van itt, nézd, csak a bolha szerkesztőnk is jó, a faterő még fiatalos, kockásinges, de jó kiállású. Hát Tibi már egy kicsit lehasznált. Abszolút, az összes halántékra bukom. Abszolút, Tibi lehasznált, de hát ettől függetlenül egy nagyon extrém 40-es. Hát így látom, hogy akkor van felhozott, ma minden válogatok, akár szingoljunk. Ez mit jelent az élet férfira vágyok? Gondolkodásban vagy? Gondolkodásban, igen. Inkább mert aki már kicsit már úgy túl van már azon, hogy most elkezd itt pörögni, és egész nap a Balaton Soundon. Tehát, hogy ezt ha csinálja, akkor velem csinálja, mert már úgy érzi, hogy együtt csináljuk. Igen, de szerinted meddig tart, meddig lehet életben, nem ezt életben tartani, mert hogy én ahogy így beszélgetünk, én azt gondolom, hogy ez tök komoly nálad, hogy meddig van az embereknek igényük a nagyon jó lányos imidzsre. Én nem vagyok jó lány, és ezt nem is próbálom. Nem. Lavítsatok ki a tévedek, vedsz egy jó lány. Tehát, hogy így... mondjuk, ez is igaz. Tehát egy ilyen jó kislány feeling. A kislány az nem szeretem ezt a jelzőt, mert az egy ilyen nem túl jó. De hogy egy ilyen jó lány, mint vannak a jó fiúk, te a jó lány imidzsét kelted. Mert én alapjátan jó lány vagyok. Na, hát akkor kimondta. De soha nem próbálom magamról azt. Szoktál inni? Inni szoktál? Persze, de sokat? Hát azért mértékkel, nyilván. Hát, én is mértékkel iszom, mert eleve a fél liter az én mérték. Tehát, hogy... szoktam, és nem is állítok magamról olyasmit soha, ami akkor mikor amit én nem rúgtál be utoljára nagyon? Fú, nagyon régen, mert nincs rá időm, de nem is valami tudom. Rosszat csináljunk. Valami rosszat áruljunk el magadról. Amihez nyilván semmi közöm, csak hogy egy picike kis rosszat legyen, és nem a palival kapcsolatban. Hát például van egy nagyon rossz szokásom, hogy sajnos sokszor dohányzom, és erről próbálok leszokni, de én például nem próbálom azt hazudni a rajongóimnak, hogy nem teszem ezt, hanem azt mondom, hogy teszem, de ti ne tegyétek. Tehát könyörögve kell, hogy ne csináljátok, mert nagyon rossz döntés, és nagyon nehéz utána abba hagyni. Visszavonok minden gyerek, aki dohányzik. Rossz kislány. Olyan életet él, hogy még a Jolit is kiveszi a francia kártyából. Hogyan a fater? Fater, köszönjük, abszolút jó egészségben fogyókúrázik, úgyhogy ezért egy kicsit ideges mostanában, úgyhogy próbáljuk így kerülni a társaságot. Figyelj, nekem a gyerekkorom legszebb nótája, a Honky Tonk Woman. Hát azt egyszerűen imádom. Hát én is sokat hallottam, tehát... Igen, tehát hogy az... Egy párszor én is már meghallgattam ezt a dalt. Ez csodálatos. Kedvelem. Nem énekeljük el együtt? Szeretnéd? Igen. Várj, te leszel az asszony kórus, jó? Én egymagam. Jó, rendben van. De várj, odajövök melléd, mert nekem le van írva a szöveg, hát azt már nem emlékszem. Nem mondod, neked meg van a szövege is. Hát minden jobban vagy, a bolha összeírt segítek valamit. Segítek meg neked, ehhez vannak ilyen koreográfiák, amit üzni kell. De nekem mondjuk egyszerű, tehát ebből és akkor nekem? Hát apám ilyeneket szokott csinálni, hogy... Tehát neked ilyesmiket kell csinálni. Várj, ez megy nekem. De apád miért csinálja ezt? Mi az ok annak, hogy az öreg ezt csinálja? Nem tudom, de akartam, hogy te is megcsináld. Jó, értem. Tehát csak a szopatás, jó, értem. Jó, figyelj, ez hogy van ez a gyere, gyere, szeres, úgy kivállak. Hogy van a dallam? Gyere, gyere, szeres, úgy kivállak.
karodat tárt ki, a szíved nem kell nekem. Nézd a Tibi, hogy tudja. Te vágod ezt? Várjál. Ötletem van, adjunk az erotikának. Várjál már, bocsánat, én vagyok a frontember. Igen, csak, igen, bocsánat. Te csak az asszonykórus vagy, jó? Bocsáss meg, nézd. Ötletem van, adjunk az erotikának. És te tudod tovább? Mixelhetnél egy szexi koktélt nekem. És... A woman, a woman, woman, woman. Gimme, gimme, gimme a honky-tonk blues. Ennyit tudok. Ennyi? Jó, gyere, ölelj meg, egy csodálatos volt. Köszönöm szépen. Azért bazd meg, tapsolhatnátok a büdös picsába már, na. Köszönjük szépen. Janicsák, Veronika, ki kell menni az ajtón, az a legnagyobb probléma, hogy sajnos el kell hagynod a terepet. Köszönjük szépen, sok sikert a továbbiakban, Vecsa. Hello. Köszönöm. Elnes. Na, gyerekek, hát akkor most, hogy ez a csodálatos nóta el lett énekelve, azt kell, hogy mondjam, hogy elég bonyolult a szöveg. Tettél valami zenét, drágám? Csak ilyen kis halka. Halka? Jaj, de szép barátom, csókollak, egyen meg a szívedet, pénteken jövünk.